és köszöntök szépen mindenkit itt újra egy újabb Space Dragons-os epizóddal, és az a helyzet, hogy az előző részben elkészítettünk ilyen refined obszidiánokat, ami egyfajta darált obszidián, és ezeknek a segítségével tudunk készíteni egy meglehetősen erős armort is, egy olyan páncélt, ami majd nagy szükségünkre lesz a sárkányokkal való harcban is. Na most ezekhez viszont rengeteg minden kell, többek között sajnos egy rolling machine is, aminek össze is készítettem összetevőt, szóval ezt szeretném elkészíteni még itt a rész elején, és ezen kívül az előző részen felbátorodva, ahol találtunk egy teljesen új területet, a dzsungelt, szeretnék ismételten egy kicsit útra kelni, felfedezni, kalandozni és megnézni, hogy találunk esetleg még olyan területeket és generált structure-öket, amiket még nem láttunk. Szóval az első craftingunk az egy card base lesz, ezekből készülnek azok a CPU egységek, amiket, hogyha tovább fejlesztünk, megkaphatunk egy elég értékes craftingot. Tudjátok, kellenek ezek a coolant cellek is, ezekből is sokszor készítettünk már, itt is vannak, és végül erre lesz szükségünk. Ugye ez a rolling machine sajnos ez egy ilyen kikerülhetetlen dolog, pedig az előző részben már majdnem azt hittem, hogy meg tudjuk úszni, ez egy olyan gépezet lesz, ami össze tudja kombinálni ezeket a porokat, és összeötvezi manasztélekkel vagy oszmiumokkal, hogy megkaphassuk ezt az ingotot, ezt a refined obsidian ingotot, meg a glowstone ingotot, ez egy nagyon-nagyon erős dolog lesz, és nagyon-nagyon értékes. Így kell hozzá, csak hát ugye ez a rolling machine-hoz is szintén csak sok minden kell. Valószínűleg majd fogja annak Facebookunk is, szóval tök jó, mert legalább egy kicsit előre tudunk dolgozni, és azért ez mindig hasznos. Na most elsőnek viszont el kell készíteni egy ilyen profiling benchet, ami egy Rockhandigmat Chemistry nevezetű mod ad be, sose hallottam róla, nem is tudom hogyan kell használni, de az biztos, hogy ezeknek a segítségével át kell tudnunk alakítani üvegeket, ilyen hardened glassokat, amikből azt hiszem már készítettünk. Hát itt is van, itt is lesz, tessék, hardened glass, hopp, az ott oda bekerült. Hogyha itt alul neki egy bal klikket, akkor itt ki lehet változtatni ilyen formákat, amivel szeretnénk ezeket nyomni, és nekünk pont egy ilyen, hát ez így lepréselt, és egy ilyen pipe-ot kaptunk cserébe, érte rá, és úgy lehet, négyet is, az elég jó. Szóval ja, ilyenekből lehet szerezni, ez egy ilyen olyan mod, amivel még soha ezelőtt nem foglalkoztunk, nem is tudom egyébként, hogy hol és milyen körülmények között lehet jó, úgy egyébként, hogyha nem lennének ilyen megváltoztatott craftingok, mindesetre úgy adott, hogy de vannak, és ezek a glass pipe-ok egy következő gépezethez lesznek szükségesek, ami az első forestrés dolgunk lesz, egy Thermonic Fabricator, oké. Ez még mindig csak ahhoz kell, hogy meg tudjuk csinálni a rolling machine-t, hogy lehessen nekünk garmonunk, megint csak többszörösen bonyolult és komplikált dolgokat alkalmazunk, de nem baj, erre is szükség van. Ez is a része ennek a modpacknek, hiszen rengeteg technikai eszközzel van tele. Na most összesen ennyire van szükségünk belőle. Blazeket, glowstone-okat be is töltöttük, most már csak egy csomó homok kell hozzá, hogy ez is itt megtöltődjön. El is készülhet nekünk ezek a Blazing Electron Tube-ok. Egyébként ezeket valószínűleg találni is lehet, hogyha az ember mondjuk olyan szerencsés, de egyelőre nem generált nekünk a világ, lehet, hogy többet kéne felfedezni is. Na mindenesetre most már akkor ezek is megvannak. Ez az utolsó összetevője, hogy meg tudjuk csinálni ezt a rendkívül összetett és bonyolult craftingot, hiszen az itt elkészített dolgot már mindegyiket lecraftoltuk legalább egyszer eddig. Szóval most már ez is megvan. Na, most már akkor ezeket mehet, és kombinálhatjuk is össze mondjuk az ozmiumjainkból, hiszen azzal volt sok, ezt egyelőre elteszem ide, szépen hozzá is kapcsolódott a rendszerhez, feltöltődik energiával, és akkor a porok már mehetnek is be, és akkor most már csak egy adag ozmiumra van szükség, igazából az összeset betehetjük. Azért bányáztam ennyi obszidiánt, hogy ezeket elhasználjuk, és megcsináljuk belőle ezeket az obszidián armorokat, ami most tényleg egy nagy előrelépés lesz. Na, szóval itt is vannak, és természetesen akkor ezt meg kell várni, hogy elkészüljön, de ameddig ezek elkészülnek, én szerintem már el is indulok. Ja, és mutatok egy-két változtatást, amit itt az elmúlt részek között egy kicsit alakítgattam. Na hát rohadt rég nem volt eső is. Szóval elsősorban készült itt az új haverunknak, Kazsinak egy új fészek, szóval ilyentől kezdve most a végre neki is lesz helye, és ennek is kibővítettem, hogy ők is elférnek, szóval így állt össze most már teljesen ez a dolog, és hamarosan egyébként fogok is vele menni egy hosszabb útra, ugyanis, mint mondtam, szeretnék egyet felfedezni is, viszont előtte akkor, ahogy ígértem, megcsináljuk azt az elf portált is. Itt van minden hozzá, ezt szerencsére az előző részben elkészítettük, sajnos pont az már a recsegős mikrofon rész volt, de remélhetőleg azért még követtétek ezt a részét is a videónak, nem tudom, mi lehetett a mikrofonommal, látjátok, most már jó. Néha úgy gondolja, hogy elromlik, néha úgy gondolja, hogy megjavul, ezért fogjuk majd egyszer lecserélni, csak még nem tudom, hogy hogyan és mikor és mire. Mindenesetre, hogyha ez a seg nem lenne benne itt az arcomban, én ide terveztem, hogy megépítem ezt a portált, sajnos ugye itt hát páros ez a rész, szóval ide a végében nem tudjuk megépíteni, hiszen akkor nem lenne túl szimmetrikus, viszont ide az oldalába pont elfér, hiszen látjátok, hogy ez három széles, három magas,
és szerencsére a többi kiterjedését annyira nem is kell nézni, ugyanis ezeket a mana poolokat bárhova el lehet helyezni, csak egy bizonyos körzetbe kell, hogy tartózkodjanak. Ezek elég lesz most itt is, mehetnek ezek a glimmeringek ide, és akkor a legfontosabb a core, azt tessék ide. És akkor a mana pályának, amik tök jól néztek ki, egy Sims kristályok voltak, azok pedig ide ezek fölé, és rögtön bele a mana. Ezekhez ugye, hogyha az ember nem tudja fejből, mert nincs a meccset, akkor már megy fejből, és hogyha az ember esetleg nem tudná fejből, akkor hát esetleg a Lexica botaniával lehet vizualizálni, tudjátok úgy, ahogy a smoothcore csináltuk. Ja, azt egyébként nem tudom, biztos megfigyeltétek ti is, de diszpónoltak sajnos innen a pillangók, hát ezért hoztuk be ide őket, eltűnt az összes, kivétel az egy, ez hűséges barátként itt maradt, lehet, hogy az összeset egy némteggel el kéne nevezni, vagy nem is tudom, mi lenne a taktika, mindenesetre elég macerás behozni is ide ennyi pillangót, és ráadásul aztán ezeket elnevezgetni, lehet, hogy ez a hatalmas egy seggit kiszorította őket, én nem tudom, miért szaladtak el innen, vagy szabadultak ki, de nincsenek már itt, hát nem tudom miért, mindenesetre ezekre kitalálunk majd valamit, ami viszont biztos, hogy akkor most már aktiválni tudjuk a portálunkat, és akkor viszek is egy pár dolgot, amit érdemes beledobni. Na itt is vannak a dolgok, amiket esetleg átalakíthatunk, először is kell maga a bot, tehát ezzel tudjuk itt aktiválni, hogyha van elég mana itt ezekben a dolgokban, és szerencsére van. Na most ez innentől kezdve folyamatosan használja, de milyen tök jól néz ki egyébként ebben a kis üvegházban, tehát igaz, nincs itt középen, de ettől függetlenül full jól néz ki, teljesen belélik a környezetébe. Szóval sajnos nem tudjuk a végtelenségbe kapcsolva hajni, hiszen egy idő után elfogy a mana, mondjuk, hogyha az ember itt is automatizálja. Ez nagyon szép mutatvány, nem tudom, hogy csinálja, de inkább, mintha meg se történt volna. Ez is a portál része egyébként. Na mindesetre, hogyha az ember automatizálja, képessége lehet végtelenségig bekapcsolva hagyni, de annyira nem fontos, hiszen csak bizonyos ideig kell, ameddig ezeket a dolgokat átdobálja az ember. Sajnos igen, ez továbbra is egy olyan portál, amit nem lehet átmenni. Nem vezet el minket egy új dimenzióba, egyébként lehet, hogy később majd hozzáadják. Egyelőre úgy van megoldva, mi ez a valami? Egyelőre úgy van megoldva, hogy viszont át lehet dobni itemeket, és kereskedni a túlvilágiakkal, vagy hát akik a túloldalon vannak, úgy értve, hogy ezek élőek, méghozzá elfek. Ha átdobunk például monostíleket, akkor nekünk átalakítják Elementium dolgokat, ugye Elementium, igen, ingott a neve, hogyha mana gyémántokat dobunk át, akkor Dragonstone-okat kapunk érte cserébe, ha mana pörlöket, akkor Pixidust-okat, nem tudom mi alapján kerülnek ezek a dolgok így, de mindesetre, hogyha Nether kvarcokat, akkor Elf kvarcokat, vagy Elven kvarcokat, és végül, hogyha Living Woodokat dobunk bele, akkor kapunk még ilyen Dream Woodokat. Ezek mind nagyon értékes crafting alapanyagok lesznek, azon kívül egyébként dekorációnak is fúj jól néznek ki. Bármi más dobok át, és erre nagyon kell vigyázni, például ezt a kenyeret, ezért nem fog cserébe adni nekem semmit, viszont elnyelik, és soha nem adják vissza. Meglógnak a kenyerünkkel, tehát hogy éppensége beleüríthetnék ide egy nagy adag sima gyémántot is, vagy a legértékesebb dolgainkat, mondjuk itt ezt a crossbow-t, vagy a kardot, amivel már felszíneződtem nem tudom mennyi ideig, de hát látjátok, nem fogják viszani, szóval erre nagyon vigyázni kell, hogy előtte az ember megnézze, hogy mégis mik azok a craftingok, amiket érdemes kihasználni, hogyha már egyszer megcsinálta az ember. Kikapcsolni sajnos nem tudom, hogyan lehet, azon kívül egyszer elfogy a mana, úgyhogy most maradunk a hagyományos módszernél, szétütjük, és akkor újra letéve ide, így van kikapcsolt állapotban a portál, és következőnek is lesz elég elegendő manánk ahhoz, hogy be tudjuk indítani. Szóval közben ez idő alatt valószínűleg elkészültek az obszidiányaink is, és itt az idő, hogy akkor megpróbáljunk belőlük egy teljes armort kipakolni. Szokásosan, jó, bonyolultan, ahogy egyébként ebben a modpackben megszokhattuk, hát mi más, itt vannak a refined obszidiánok, 39 is készült, az nem rossz, de nem is annyira jó, ez ilyen 3,6-ra értékelem. Mehet akkor mondjuk ide be egyébként először is a kompaktorba, amikhez egyébként készíthetnénk ilyen augmentation-öket is, csak hogy gyorsabban dolgozzanak, de ez majd még a jövő zenéje, viszont most, hogy megcsináltuk ezeket a gépeket, amivel ilyen pipe-okat tudunk készíteni, tehát erre gondolok itt, ennek a segítségével lehet ilyen augmentation-öket is készíteni, azt hiszem ezekhez a gépekhez is jó. Szóval igen, ez még sokszor fog jól jönni, lehet, hogy csak részek között használom, de sokszor fog jól jönni, az nekem biztos. Aztán közben kikészítettem ide ilyeneket. Ezek block placerek, látjátok, teszik le a blokkokat, és hát éppenséggel azt javasoltátok, hogy mi lenne, hogyha letennék egy block breakert is rögtön ide mellé, ide túloldalra. Ez leteszi a blokkot, a block breaker pedig kiüti és visszaküld ide egy hopper segítségével, vannak a hopperek, hogy azonnal letegye újra a blokkot. Ez látszólag teljesen értelmetlen, hiszen egy ilyen végtelen körforgás kapunk, az egyik leteszi a blokkot, a másik kiüti, viszont egy tip javaslatára, amit írtatok nekem, meg lehetne próbálkozni úgy szinteződni itt az Astra Tomonkon belül, hogy a perkeknél kiválasztjuk ezt a képességet, ami az Eversio, ez a, elsősorban a miningot gyorsítja be, viszont úgy lehet szinteket szerezni hozzá, jó sok szintet, hogyha blokkokat törünk ki
és teszünk le újra. Na most, hogyha nem csak az számít, hogy én ütöm ki ezeket a blokkokat, hanem bárhol a világban kiütünk ilyen blokkokat és lehelyezzünk, akkor ezzel gyakorlatilag automatizálni lehetne a szinteződést, és azért ez egy hasznos dolog lenne. Szóval ja, ez lesz akkor így a cél. Csak közben szerintem elkészülnek közben itt az obszidiánok is, és akkor kérek belőle itt a papagáj alatt elsőnek egy ilyen obszidián plétet. Lehet, hogy nem is azt kéne először elkészíteni. Egy obszidián gatyát. Így, mert hogy éppenséggel azt néztük, hogy a dragon cuccból van jó, tehát hogy egy dragon melvért volt egyébként rajtunk. A dragon melvért egyébként 9-2-t véd, egy obszidián melvért 12-4-et, tehát baromi erős, sokkal-sokkal jobb, mint a sárkányos cuccok, pedig hát a sárkányoknak is elég nehéz megszerezni a ruházataikat. Annyiból lehetnek csak jobbak egyébként ezek a sárkányos ruhák, hogyha majd sárkányok ellen akarok küzdeni, akkor ott többet védnek a sárkányos páncélok, mint hogyha mondjuk ilyen obszidiánnal vagy bármivel mennék neki. Akkor mi fér még ki belőle? Szerintem talán még egy sisak kifér, azokat úgyis rendkívül sokszor szoktuk használni. Tessék, itt is van, és majdnem teljesen elfogyott az obszidiánunk. Na kész is van az új felszerelésünk. Most kivételesen ennek örömére le is vesz... inkább mégse veszem le. De ja, leveszem, hogy megnézhessük, hogy hogy néznek ki ezek a baromi nehezen elkészített ruhákat. Olyan, mintha egy gagyi bukósisak lenne rajtam, amit valamiért soha senki nem akar viselni, hogyha kimegy bringázni vagy rollerezni, na hát most pont egy olyan van a fejemen, úgyhogy ezt én sem akarom viselni, pedig biztonságot nyújtana, de hát itt van tessék a Pirate Hat, az sokkal jobban mutat az ember fején. Na jó, nem a kinézetért fogjuk szeretni ezt az armort, hanem a tulajdonságai miatt, ugyanis baromi erős. Majd megcsináljuk a chestplate-et is, hogyha lesz elég obszidiánunk, egyelőre még nincs, úgyhogy csak ide lepakolom, aztán majd blockbreakerünk van-e egyébként? Szerintem még nincs, abból is kéne készíteni. Na hát sajnos Actual Editions-os blockbreakert még nem tudok készíteni, viszont egy block minert ebből a modból viszont lehet készíteni, és kb. Úgy néz ki, hogy ugyanazt tudják, úgyhogy ez sokkal olcsóbb, ezt meg tudjuk csinálni. Ehhez viszont kell használnunk még egy ilyen range collectort is, amit már korábban készítettünk, szóval ez sem egy újdonság. Viszont sajnos ez a blockbreaker, ez nem tudja magában összegyűjteni a blokkokat, ahogy az Actual Editions-os is tudná, viszont egy range collector segítségével már el tudjuk érni ugyanazt a hatást, hiszen ez begyűjti a kihullott blokkokat. Szóval mondjuk leteszek ide egy ilyen fát, és ez rögtön mindjárt kisüti. Valami gyorsabban kiüthetőt kéne tenni. A Range Collector ezt itt beszedi, és újra lepakoltatja. Szóval ja, csak át kell állítani mindig a blacklistet. Ez így úgy működik, hogy igazából bárhová bármilyen item esik. Mondjuk akkor lehet egy kicsit lejjebb kéne venni a range-t. Nem tudom, ezt hogyan lehet beállítani. Mert, mit tudom én, eldobok itt fent egy kenyeret, vagy ilyesmi. Akkor nehogy azt begyűjtse. Ezt még azt is letegye ide nekem a block breakerem. Most a kenyerem az bekerült valószínűleg valahová. Most lehet, hogy pont azt akarja letenni. Igen, tehát a kenyeret azt nem fogja tudni ledobni, és ez viszont eléggé kellemetlen. Erre valamit kitalálunk. Valami whitelistet beállítom neki, hogy mit tudom én, csak egy adott blokkot érzékeljen, mert hogyha itt most eldobok vele egy kenyeret, tudom én, akkor lehet, hogy ezt begyűjti. Ja, aztán viszi le a pincébe letenni, mint blokkot. Hát köszönöm szépen. Eltűnő, sublimáló kenyereket azért nem szeretnénk látni. Legyen föld. A földből úgyis rengeteg van. És földet nem szoktam túlsúlyon dobálni, de hogyha mégis, akkor annyi baj legyen, bekerül majd ide, földet bedettem whitelistre, kenyereket kiszedjük, tessék. Oké, és hogyha most eldobok a kenyeret, akkor ezt már, ezt már nem gyűjti be. Na és a földet az ugye gyorsabban is ütögeti ki. Na most elvileg, hogyha ez block miningnak számít, akkor most már csak rá kell hangolódni a csillagképre, és látjátok, hamarosan este is van. Remélhetőleg fel van az e-verzió csillagkép, az nem tudom melyik, de akkor ezt gyorsan megpróbáljuk kitenni, és ráhangolódni, hogy működjön ez az újfajta skillpont szerzési dolog is. Szóval elvileg itt is van, és megvan akkor az új csillagképünk is. E-verzió tényleg még itt csak az volt. Szóval ez az itt a bányászattal szerezhető pontok csillagképe, amire most éppen akkor megy is a ráhangolódás. Ez az a folyamat, amit akárhányszor végig tudnék nézni, annyira látványosan megoldották. Tudom, alig győzöm dicsérni, de hát akkor is egyszerűen tök jól néz ki. Na, azt hiszem meg is vagyunk. Na nézzük, miningra tehetünk. 10% mining speedet ad. Az nagyon jó lesz, az nagyon-nagyon jó lesz. Nője az XP csíkunk. Ah, megint eső, mi van most? Folyamatosan esőzések. Alszok egyet, mert a felfedezéshez, ami viszont most jön, nem az esőzés lenne a legjobb határozottan. Szóval azt nézzük meg, hogy akkor perkek és... Hát nem igazán látom, hogy nőne, vagy ha nő is, akkor nagyon-nagyon lassan. Mondjuk elkezdek szétütögetni blokkokat én magam. Itt a disztok, mert mondjuk legyen megint csak az utat szedjük szét tesztként. Oké, na most nézzük meg, hogy nőtte a szintünk. Hát nőtt, egy kicsit. Pont ott, ahol a tehén van.
Látszik, hogy nőtt a szidők, szóval nem működik, úgy látszik sajnos mégsem. Akkor még mondjuk lehetséges, hogy akkor az Actually Editions-ös blockbreakerrel működhetne, tehát hogy az lehet, hogy máshogy szedik ki a blokkokat, mint ez, mert ezzel van itt egy ilyen kis bányászós effekt. Az meg csak simán kipatintja, hiszen ez is Actually Editions-ös, ami itt ez az autoplay-szerhez sokkal egyszerűbben elkészíthető crafting, ez simán leteszi. És lehet, hogy akkor a másik az meg simán ki tudja patintani, és hát nem igazán tudok igazából kigenni, ez csak teória, viszont az egyértelmű, hogy nem nő így a mining szinten. Pedig ez egy nagyon jó ötlet lett volna arra, hogy kifarmoljuk itt végig ezt az összes skill pontot. Így nekem kell bányászni, de talán még mindig bányászattal lehet a legkönnyebben XP-t szerezni, hiszen rengeteg a bányászat, ugye a Minecraft, bár benne is van a nevébe, hogy különösen egy livestreamkor valószínűleg rengeteget tudunk majd haladni azzal is, hogy ilyen új pontokat szerezünk meg ebben. Több király ötletet írtatok viszont az építésre is, hogy hova lehetnek még szívesen ezt a poltert. Most egyelőre oda helyezem be, mert ez volt így gyors, egyszerű és kézenfekvő, viszont lehet, hogy később még áthelyezzük, ugyanis annyi jó ötletet írtatok, hogy ezt viszont tényleg meg lenne csinálni lebegő szigetekre. Minél több általunk használt eszköznek adunk kisebb építményeket, esetleg házakat, annál hangulatosabban fog kinézni a végeredmény. Szóval ez tök jó, továbbiakban is gondolkozhatunk majd ilyen építős részeken, továbbra is lehet írni az ötleteket. Most viszont elindulunk és keresünk valami újdonságot, amit még egyáltalán nem találtunk, mondjuk ebbe az irányba, és fél veled viszonylag gyors a haladás, és bármikor zsebre vághatom a Goldella szombat is direkt így hozom magammal, szóval ez egy ilyen hasznos állat lesz. Elnézzük ezt az irányt, mert múltkor itt tök szerencsések voltunk. Ólól, ilyen sárkánycsodvázok nem csak a sivatagokban, hanem a nagy hegységekben is vannak. Úgy látszik, hogy ezeket a viszontagságos körülményeket annyira nem bírják. Több ilyen sárkánycsodvázat is lehet találni, ezeket ugye nem mi öltünk meg, ezek itt valószínűleg meghaltak maguktól. Hát free loot, tehát sárkánycsont és koponya nem annyira értékes, pont ugye a pikkely, meg a szív hiányzik belőle. What? Az ott mi? Szóval a szív és a pikkelyre van a legnagyobb szükségünk, de azért így ingyen lootként a koponya sem rossz rá, és ez egy stage 4-es dragon. Na, kedves Gazi, kérlek várj meg itt, azt ott meg kell néznem, hogy az ott micsoda. Hello, jó napot kívánok! Azt hiszem be kell készítenem ide a fegyvereimet. Mégis, a micsoda maga. Van valami a kezében. Oh, becsukta! Megette! Wow! Ez zseniális! Jaj! Befagyasztott! Nem tudok megmozdani! Áó! Megint befagyasztott! Áó! És még ütöget is! Áá! Te! Ez erősebb lesz, ez egy ilyen olyasmi mód. Ujjaj, ez megint be fog fogyasztani és meg is fog ölni. Please, nulla HP-n van. Nulla HP-n van. Ez sokkal erősebb lesz, mint amit először, amire először számítottam. Ez megint abban a módból van, mint ami ott lent. Hogy rohadjon meg és ide fog jönni, mire itt vagyok. Mint ami ott lent van ilyen katona, amivel lehetett küzdeni. De ez úgy lehet, hogy sokkal erősebb. Addig, amíg a levegőbe fagyasz be, akkor legalább nem ér el. Ez lesz rá a taktika. Ez még meg is mérgezett? Áú! Nagyon fura effektek vannak rajta, és úgy látom, erre nem hat az I-nek a vesz lövése. Hopp, itt fedezékbe vagyok. Ja, erről lepattannak, ezt oda kell menni és meg kell verni akkor kézzel. Vagy nem is tudom, mi lehet rá a taktika. Jó, szépen ugye elbújunk ezek mögött a blokkok mellett. Folyamatosan is tud sebezni, és még ilyenkor is fagyasz. Oké. Csak szépen óvatosan. És azt hittem kivégző ütést tudok ütni. Ne. Hova megy most? Ugye nem a gázsit akarja. Hajtott gázsit ott békén, ne oda fog menni hozzá közé, és meghalok. Futás. Jó, tér lehet a gazsi. Vidd csak de engem. Megbosszulom. Lehet, hogy engem akar, de most itt az idő, hogy végezzünk vele, és megszerezzük azt a valamit, amit van a szájában. Hú! Frostmaw Hunter volt. És mit adott? Hát valami furcsa, Ice kristályt. Ó, ez az én kristályom. Nézzük, mit lehet belőle készíteni. Enchantolni lehet egy csomó mindennel. Lehet, hogy ez valami fegyver? Ó, igen, ennek segítségével én is tudok fagyasztást fújni. Hát akkor valakin ki kell próbálni. Arra, hogy nem tudom sebezni ezek szerint. Hát akkor hogyan? Kín? Majd valami villager-en kipróbáljuk. Vagy nem is tudom. Megnézzük ezt is, hogy mi van itt. Hát a pont egy villager.
Na ez egy izgalmas dolog volt, nem tudtam, hogy ilyenek is spawnolnak, ilyen még nem találkoztunk. Egy valami halálfej, de valószínűleg ez védő halálfej, hogyha ezt így felvesszük, akkor lehet, hogy véd minket mondjuk a tűz elől. Ja nem, csak hogyha ezt így használom, akkor oltja el a tüzeket. De itt nem volt benne sajnos semmi más. Ilyeneket szedtünk már? Ezek ilyen glowstone-t adó, igen, ilyeneket szedtem már. Na mehetünk tovább, ez egy ilyen érdekes és izgalmas dolog volt. Keresünk most még mást is, mert ugye elsősorban sivatagot jöttem kutatni, aztán tessék, havas hegycsúcsokat találtam érte cserébe. Na, azokat már megint micsodák. Elég! Ne! Ne! Ezek ilyen, hogy hívják ezeket? Szirének! Szirének! Futás! Kazsi! Ne! Le kell fütyülni! Szirének! Ezek azok, akik oda csábítják az embert magukhoz. Megint csak egy tök jó kis Ice and Fire-ös mítikus lények. És aztán meg... megfogják és megölik! Beviszik a vízbe és megrépelik, ott van! Na nem baj, ilyenekkel se találkoztunk még. Mennyi új mob? Alig-alig tudtam, hogy észrevenni, hogy pontosan ezek micsodák. A szírtel következik például, azt veszem észre, hogy már leesik a gázsiról, aztán támadnak. Van itt tiritium a felszínen. Meg ott is van valami, behez valószínűleg van a felszínen is. De megyünk tovább. Na és az ott mi a víz közepén? Esküszöm, mert mintha egy player építette volna. Oké, ez itt furán generálódott. Gazsival leszállunk ide, így. És... ó, tökéletes. Pomos folyt ide a víz. Mi ez? Csupa-csupa olyan dolog. Nem gondolta volna, hogy egyszer fogok ilyesmivel találkozni. Ez semmi, ez csak ilyen arra vár, hogy a játékos berendezze magának, és alakítson egy ilyen víz alatti otthont. Vagy nem tudom, tehát, hogy ez így ilyen... fú, jó. Ez egy teljes kör, úgy látszik. Bemegy a föld alá is. Csak sajnos nem mindenhol folyt úgy össze a víz. Na mindegy. Na ott is egy ilyen kis szikla, talán csak nem szirének fognak rajta is lenni. Ó, dehogy nem. Hello, hello, te... Maj, te rohadt szirén! Au! Hol a gazsim? Ott van, leszállt oda. Kényszer repülést végzett. Ott is egy hajó. Mi van most? Egyszerűen annyi újdonság van. Ilyen... hagyjatok! Még a gazsit is oda hívják. Ne menj oda, gazsi, tudod milyenek? Ne menj oda! Ne menj! Nem akarok! Futás! Ilyen halucinációk, mert minden történik, és aztán meg jön a támadás. Szóval, egyszerűen annyi minden van itt, hogy... az ember azt sem tudja, hogy melyik irányba induljon meg. Lehet, hogy többet kéne elindulni, felfedeznünk. Mert most már végre vannak eszközeink rá. Ó, oh, hello farmer, szóval nem rajtad akartuk kipróbálni, mi van az, hogyha lefújlak ilyennel? De, egy kicsit sebzi. Annyira nem vészes, tehát hogy így, ha legalább befagyasztanánk úgy, mint ahogy ő minket, akkor azt mondanám, hogy tök jó. Pumpkin pie, ilyet már ettünk. Na, szép piros ágy. Lehet itt oké boomerezni, hogy én ezért piros ágy párti vagyok, de én ilyen régi módi, régi fából faragtak. Az én időmben még csak piros ágyak voltak. Úgyhogy, ja. Hogyha ez kell ahhoz, hogy oké boomer legyek, ezt el tudom fogadni. Elvállalom. Na, itt egy ilyen újabb falusi, vagy egy falu. Van-e valami különlegesség? Nem valószínű. Szétírhatnám őket is, de menjünk tovább. Na hát, itt elvileg a térkép például mutat sivatagot, ezeket én egyébként szoktam is jelölni, ugyanis ezek még ilyen felfedezetlen helyek, de egyébként azt már írja, hogy milyen bájom található ott. Szóval egyelőre hazatértem, mert nagyon-nagyon messzi lenne csak és a másik irányban ilyen sivatag, viszont attól függetlenül a lootok azok jók, meg megnéztük ezeket az élőlényeket, Gazsit mindjárt visszateszem a házikójába, vagyis hát a fészkébe. Egyelőre ennyit szerettem volna viszont ebben az epizódban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és tartsatok velem, ma lesz stream ismételten, szokás szerint. Szinte minden egyes nap, és majdnem minden egyes hétköznap is. Hétvégén ugyanúgy toljuk tovább a patkánymelót, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ott is ott vagytok velünk, ugyanis és tök jó látni titeket, hogy így tetszenek egyébként ezek a streamek. Igyekszünk folytatni minden héten azt is csinálni, ugyanúgy, ahogy ezeket a napi streameket. Ma például, ami még Minecraft, az a Hypixel lesz, tehát oda is várunk mindenkit, de ma egyébként elég hosszú nap, azt hiszem a PUBG-tól kezdve a League of Legends-en át mindenféle stream lesz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm viszont, hogy itt voltatok erre az epizódra, végre megvan az Obsidian páncél.
és most már csak a melvértet kell elkészíteni, hogy teljes full gírbe legyünk ahhoz, hogyha mondjuk egy sárkánynyal is meg szeretnénk küzdeni, egy stage 5-ös sárkánynyal, úgyhogy ott is végre sikerült haladni, illetve a főküldetésekben is ugye a technikai részek között is az elég komoly előre haladás volt. A csillagképekkel még azért valamit kitalálunk, hogy lehessen automatizálni, erre még kérlek írjátok meg a tippeket, ha más sajnos ez a blockbreaker nem működött, viszont erre a részre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hamarosan találkozunk is a következőben. Addig is pedig minden jót, és sziasztok!